Tények, vélemények. A Klubrádió korábbi adásának ismétlése következik. Partitúra nélkül. Klasszikusokról könnyedén. Amiképpen nincsen egypárti demokrácia, azonképpen nincsen egyszínű kultúra sem. Amit a Klubrádió tud, azt más rádió értelemszerűen nem tudja. Ezért mindenkinek érdeke, hogy szóljon a Klubrádió, és senkinek nem érdeke, hogy ne szóljon. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharcnak az emléknapja lesz, és a demokratikus ellenzéknek a megemlékezése lesz most. Én úgy azt gondolom, hogy lehet úgy csinálni, mintha nem lenne ránk hatással a politika, de igenis a politika kihatással van az életünkre, amit nem tudunk megkerülni, például az adók mértéke, vagy hogy a befektetői bizalom az mennyire, mekkora a hazánk iránt, az is a politikától függ nagyban. Tehát nem lehet megkerülni a politika hatását, akkor már sokkal jobb, hogyha az embernek van szava a politikában. És én személyesen még azért is foglalkozom politikával, mert meg akarom változtatni ezt az országot előnyére. Ez egy leleplező honlap a Fidesznek az igazi arcáról. Uh-huh. Lehull az állarc. Egyenesen.hu. Are you for Fidesz or not? Not. No. You are for demokratis. Köszönöm nagyon! Minden jót! Folytatódott a személyeskedéstől sem mentes adok-kapok a magyar foci körül. Klubrádió. A szabad szó. Tények, vélemények. Volt egy másik esemény is, az ellenzéki pártoknak az összegyűlése, és ott is részt vettünk, onnan jöttünk éppen, és azt is meghallgattuk. Szóval itt vagyunk Hősök terén, az 56-os forradalomnak a megemlékezésén, és pár percen belül Orbán Viktor, a miniszterelnökünk mond egy beszédet, és hatalmas tömeg gyűlt össze.
387-84-52 és 061-387-84-53. Heute ist ein Tag, wo unser Radio, das Clubradio, wieder von den Unterstützern hier angesehen wird. Von früh hat es schon angefangen, bis abends geht es. Wir brauchen nämlich die Unterstützung unserer Zuhörer, sonst könnten wir überhaupt nicht existieren. Das wissen Sie wahrscheinlich. Sie zahlen uns Geld, unterstützen das Radio durch Geldzahlung, aber auch die besten ungarischen Künstler, 10 von den allerbesten ungarischen Contemporary Artists haben ihre verschiedenen Kunststücke uns angeboten, uns geschenkt, um diese zu verkaufen. Und dann, was davon hereinkommt, das gehört dem Clubradio, damit wir weiter auch noch arbeiten können und unsere Töne hören lassen können. Es gibt kein anderes Radio, meiner Meinung nach. Also das ist das einzige Radio, was man noch normale Menschen anhören können. Wir haben das sehr gerne. Es ist sehr schade, dass wir müssen das bezahlen. Und hören Sie jeden Tag Radio? Jeden Tag. Wenn ich gehe nach Hause, das ist automatisch. Also die, cool, die andere, like Koschutrade, die sagen nur Geschichte. Wie sagt man, der Minister sagt, man muss das hören. Das habe ich gehört, wenn ich ein kleines Kind war. Anno, in der Sozial. Aber heute, das ist sehr schlecht, das ist die einzige Radio. Man kann alles hören, was passiert in Europa, in Österreich, in der Welt, im Theater und so. Und das ist objektiv. Also der grundlegende Unterschied in den Medienszenen zwischen Ungarn und vielleicht anderen Übergangs- und Transitionsländern ist der, dass mit der, so wie auch die Politik sich unterscheidet, sich in den Händen der heutigen Regierung, der Regierungspartei von Viktor Orban ungemeine Macht konzentriert. So sind auch die Medien in stärkerem Maße konzentriert als vielleicht in den anderen Übergangsländern. Das heißt, man hat eigentlich eine Hegemonie der regierungsnahen Medien. Man hat auch eine völlige Usurpierung der öffentlich-rechtlichen Medien durch die Propagandisten der Regierungspartei. Und daneben gibt es halt nur mehr noch eine sehr kleine, vielleicht lebendige, aber doch sehr kleine und finanzschwache und ausgetrocknete, unabhängige und oppositionelle Medienszene. Azt nem tudom, mennyire jellemző a rendszerváltás körüli pályamódosításokra, abban az értelemben mindenképpen, hogy hát csupa szokatlan dolog történt emberekkel. Én konkrétan mérnök voltam 1977-től 89-ig gyakoroltam a mérnökséget, tervezőirodában dolgoztam, aztán egyszer csak itt volt ez az 1989, közben tanultam közgazdaságot, és azt vettem észre, hogy egy általam sem ismert tevékenységben vagyunk eredményesek, ez volt 89-90, úgy hívták ezt a vállalatot, hogy Duna Holding részvénytársaság, aztán eltelt, elrohant 10-12 év, és egyszer csak azt vettem észre, hogy azt a hiányérzetemet, hogy nincs mit hallgatnom, azt oly módon pótoltam, hogy magam alapítottam egy rádiót. Hát nagyon dióhéjban. És ez a dolog, tehát az ötlet az 2001 júniusában, vagy az elhatározás akkor született, és az első saját adása a Klubrádiónak, az 2001. december 10-én hangzott el. Klubrádió ist letztlich der einzige relevante Radiosender, der nicht in irgendeiner Weise von den Regierungsfaktoren kontrolliert wird, der kritisch ist, der sozusagen noch eine Bühne, ein Podium gibt für politische Berichterstattung, die nicht am Gängelband der Regierungskräfte ist. Gleichzeitig ist natürlich Clubradio sehr wohl verschiedene Bande mit der größten Oppositionspartei, der Sozialistischen Partei, verbunden. Das ist jetzt keine Handsteuerung, aber es ist über Personen, über Abhängigkeiten, über die ich auch gar nicht so genau Bescheid weiß. Sozusagen, es ist jetzt, sagen wir nicht, jetzt ein völlig unabhängiger Sender, aber für mich ist es doch eine authentische Stimme, eine authentische Gegenstimme in Ungarn, weil die Redakteure, die dort arbeiten, sind korrekt, die machen ihre Arbeit ordentlich
Sie bemühen sich um objektive Darstellungen und sie sind professionell auf dem gebotenen Niveau. Jó estét kívánok, ez a Dobszerda, én Váradi Júlia vagyok, és ma a vendégem Gergely Ágnes, költő, műfordító, prózaíró, esszéista, amit írásban lehet, azt hiszem, azt már mindent megpróbált. Nem egészen, mert például drámát nem tudok írni. Ja, még ez majd lehet, hogy bekövet. Jó? Addig pihenünk egy kicsit, mert a rádióban ilyenkor reklám van, és aztán Gergely Ágnessel tovább beszélgetünk. Jó. Nagyon jó. Meine Sendung ist am jeden Mittwoch Abend bis 7 von 7 bis 8 Uhr in am Abend und das ist ein Porträt-Interview-Programm. Ich mache Porträts über solche Leute, die aus irgendeinem Grund gerade aktuell geworden sind, weil sie in einer oder anderen Territorium des Kulturs, der Kultur sich beschäftigen. A Klubrádióban, körülbelül a Klubrádióban és környéken mondjuk így, körülbelül 80 ember dolgozik. Ennek a létszámnak a 30-40% olyan, aki egésznapos feladattal van ellátva, tehát nekik nincs módjuk máshogy dolgozni. A többiek, hát van akinek ugye csak egy, mondjuk csak két órányi munkája van egy héten, de ő is a létszámhoz tartozik. Ich hatte beinahe vier Jahre lang im ungarischen Fernsehen eine Hauptredaktion gemacht, und zwar Kulturnachrichten. Nach der Wende war eine rechte Regierung am Anfang in 1990. Und diese Regierung hatte schon eigentlich eine Art von Medienkampf angefangen. Sie sind drauf gekommen, dass die Medien dazu sehr gut gebraucht werden können, dass die Politik, was sie machen, unterstützt werden kann. Miután 2010 elején láttuk, hogy már akkor késésben volt a médiatanács, akkor még ORTT, bocsánat, a lejáró frekvenciánk, következőben lejáró frekvenciánk újrahasznosításával, ezért én úgy döntöttem, hogy megpályázunk egy másik budapesti frekvenciát. Nagyon komoly anyagot készítettünk, ráadásul ez a budapesti frekvencia, ez egy közösségi frekvencia volt, ami azt jelenti, hogy nem kell érte díjat fizetni. Also ein Medienkrieg hatte schon in den Anfang der 90er Jahren begonnen. Und dementsprechend hatte die Regierung und die weiteren Regierungen auch immer, die dazu das Recht hatten, um Intendanten zu nennen, immer ihre eigenen Interessen in Vorteil genommen. Ezt a pályázatot nagyon komoly munkával, ráfordítással megnyertük. Ki is hirdettek minket közlönyben 2010 áprilisában nyertesnek. Közben választások történtek Magyarországon, új médiatörvény született, új vezetői lettek a Magyar Médiahatóságnak, amely aztán 2010 decemberében úgy döntött, hogy ez a pályázat nem volt eredményes, és mi nem nyertük meg ezt a pályázatot. Hangsúlyozom, kihirdetett győztesei voltunk. Damals war es so, dass diejenigen, die so gesagt liberal denkende Journalisten waren, die hatten sehr schwere Lage im ungarischen Rundfunk. Meine Programme wurden von mir weggenommen. Ich konnte kaum noch etwas im Radio machen. A mai napig nem kaptuk meg az ingyenes frekvenciát. De e pillanatban is nekünk 40%-nál több zenét kell sugároznunk, pedig mi nem szeretnénk. Ugye ez a minél több intellektuális tartalom, annál kevesebb pont, hát ez maga az idiotizmus egy normális világban. Nem akarom ragozni, hogy még kis finom jogi lépések hátra vannak. Nincs jogorvoslati, egykönnyen jogorvoslati vagy végrehajtási lehetőség akkor, amikor az állammal szemben valaki nyer. Ezzel szemben, ha az állammal szemben valaki nem nyer, akkor azonnal végrehajtják rajta, elveszik az autóját, lakását, fizetését, frekvenciáját, tehát bármi azonnal megtörténhet. Súlyosan sérül a jog előtti egyenlőség kérdése ezekben a relációkban. Und dann an einem Tag, von einem Tag zum anderen, hatte mich dann unser Hauptredakteur
eingeladen. Ich dachte, er wollte mit mir ein neues Programm besprechen. Er hatte mir überhaupt nicht gesagt, was er von mir wollte. Und ich bin hingegangen und er hatte mir ein Papier vorgestellt und ich sollte das unterschreiben, dass ich herausgeschmissen bin. Wie haben die anderen Kollegen reagiert? Also schlecht. Ja, schlecht. Schlecht. Eigentlich waren die Kollegen alle sehr beängstigt. Sie waren in einer sehr schweren Lage. Also sie wahrscheinlich hatten es nicht gewagt, um neben denen sich hinauszustellen. Wie sagt man das? Also sie wollten uns nicht sehr unterstützen, weil es vielleicht gefährlich gewesen wäre, ich weiß es nicht. Aber leider diejenigen Freunde und zu uns nahestehenden Kollegen haben sich auch nicht sehr wohl benommen, weil die Zeiten schon so waren, dass es die Leute in Ungarn sehr vieles überlebt haben und sie wollten es nicht mehr wahrscheinlich, ich weiß nicht. Péter a Marikával dug. Van két Millád Erika? Hogy volna? Hát jó, ha szóba áll velem, Edina. Ha nincs pénzed, legalább adjad önmagad. Zsófi önmagát adta. Ültem is órákat a bőrgyógyászaton. Arra gondoltam, hogy a Klubrádiónak egy nagyon elkötelezett hallgatósága van, és a kabaré pedig Magyarországon általában politikai kabarét jelent. Politikai kabaré pedig ritkán kormányfügg. A Klubrádióban ezért igenis helye van egy kabaré műsornak, és én úgy gondoltam, hogy az elkötelezett Klubrádió hallgatóság az el fog jönni és megveszi a jegyeket egy kabaré műsorra. Ezekből a jegyekből a színészek gázsiát ki tudjuk fizetni, és így a rendkívül nehéz anyagi helyzetben lévő rádiót nem terheljük anyagilag, viszont lesz egy kabaré műsor a műsor folyamban, ami használ a rádiónak, gondoltuk, és úgy néz ki, hogy ez be is vált, tehát sikeres az ötlet. Mikor a rendszert nem felszívni vált, már szabad, hogy az a jó, miközben apad a bír, és a szilárd is rám szabad. Jaj, jaj, tévében vágysz, de nem találod a szerep. Tühödbe fősz, tühödbe fősz. Közel van az én gondolkodásmódomhoz. Tehát picit liberális, kicsit baloldali, de nagyon korrekt. Ezért. That's why. Elég, hogy tévét nézd, és csak hamar megleved. Ott van a szót, ha szitkozódsz, nem fogy a balit. S hogy haragra gerjedj, már egy matolt síselék. Klubrádió jó? Jó, vagy... prima. Prima? Jó, igen. Miért? A műsora miatt. Hogy sokrétű a műsora. Tetszik. Színes. Néha igen szól, de ritkán. Ritkán tudom bekapcsolni, mert a vevő a fontos. Szóval. De szoktam, belehallgatok sűrű, meg a kocsiba is. Ugyanez a rádió van beállítva, a Klubrádió.
Köszönöm. Gépkocsiba. Köszönöm. Én is köszönöm. 2009 végén lehetett azért már érzékelni, hogy lesznek problémák a Klubrádió finanszírozásával, akkor létrehoztunk egy alapítványt, ami aztán egy évvel később lépett a nyilvánosság elé, és a magyar civil történetben azt gondolom, hogy egyedülálló dolog, hogy egy ilyen magánvállalkozásra, ha jól emlékszem a számokra, 3 év alatt közel 1,5 millió eurónyi pénz gyűlt össze. Tehát ez egyik kulcsa volt annak, hogy mi életben tudjunk maradni, ez persze nem volt elég 3 évi működéshez. Pardon. De hát a legkülönbözőbb, a szokványostól eltérő ötletekkel próbálkoztunk, sikeresen. Budapest másik arca az a szegények. A város megpróbál védekezni ez ellen. De, hát nem szolidáris ez a mostani kormány. Rontja a pozitív propagandát, a szegények látványa. A magyar médiumok nagy része az csak a sikerpropagandát. A szegényekre csak mint problémára, mint bűnre. Hát ezt már médiumok válogatják, hogy melyik mit mutat be Magyarországról. A jelenlegi média helyzet hazánkban éppen e tekintetben különösen differenciált. Nagyon sok olyan médium van, amelyik a kormányhoz közel áll, vagy esetleg éppen a kormány közvetlen irányítása alatt áll. Ilyen például az állami média. Ezek hatalmas eredményeket mutatnak be, és tényleg úgy néz ki, mintha az ország prosperálna. Az is elképzelhető, hogy majd ez a tér, amikor elkészül, akkor pont azt fogja szolgálni, hogy akár külföldi vendégek számára is azt lehessen mutatni, hogy ez egy milyen fejlett, jól működő ország. Ettől persze még ez az állítás nem lesz igaz. Ich sehe, merke in meiner eigenen Arbeit, dass ich viel mehr von mich heraus nehmen kann und holen kann, als in meiner Vergangenheit. Weil hier die Freiheit mir so vieles gibt. Und das ist das eine. Das andere ist das Gefühl, dass wir mit diesem Radio eine Unterstützung denjenigen geben können, die wirklich hungrig sind auf die wirklichen objektiven Informationen. És ebben a nagyon egysíkú, egyszínű kommunikációs rendszerben a Klubrádió az egyik kicsi halkhang, hiszen ez Budapesten és környékén tud csak sugározni 50 kilométeres körben. És ne felejtsük el azt a távolról sem mellékes körülményt, hogy nagyon sok olyan rekonstrukció zajlik, valószínűleg a Kossuth tér is, bár ezt konkrétan ennyire nem tudom, de egy csomó városnak a központja az európai támogatásból épül, miközben időnként azt hallja a magyar állampolgár, a magyar állam vezetőitől, hogy Magyarországot föl kell szabadítani abból a gyarmatosításból, amit valószínűleg a pénzükkel, a támogató pénzükkel az európaiak tesznek. Es ist nicht übertrieben, dass Klubrádió die einzige Radiostation ist, wo es Nachrichten, wo es Informationen, wo es Meinungsaustausche, wo es verschiedene Debatten gibt, die Objektivität als Grundsätzliches vor Augen halten. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dass in den 36 Jahren, die ich im ungarischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk verbrachte oder in den Medien, habe ich höchstens 3 oder 4 Jahre mich wirklich
wohlgefühlt. Das heißt, dass ich wirklich mich frei, als freier Journalist mich frei meint, bedeutet, dass ich frei denkend meine Arbeit machen konnte. Und es war eine Euphorie. Das war natürlich vor den Wenden, also von 88 bis, ich würde sagen, 91 oder 92 höchstens. Das war eine wunderbare, fantastische Periode. Das war Paradies der Journalisten, als wir plötzlich den Eindruck hatten, das ist Journalismus, was wir machen. Und als ich hierher kam, von einem Tag zum anderen fühlte ich dasselbe, plötzlich. Weil im Clubradio, und das wussten wir natürlich, man sagt, man denkt, man editiert, was man für gut hält, für wichtig hält. Es wird uns nicht gesagt, was wir sagen sollen. Es wird uns nicht gesagt, was wir nicht sagen sollen. Und diese Freiheit macht uns so geöffnet, dass ich nie mich selber, das hört sich sehr blöd an, aber ich habe mich nie als so gute Journalistin gefühlt, je, als jetzt im Clubradio. Az a kérdés, hogy mi a Klubrádió, normális világban egyszerű választ lehetne adni, egy olyan rádió, amiben beszélnek, főként beszélnek az emberek. De ez egy olyan rádió, amelyik világhírű lett, anélkül, hogy a nyelvét ismernék a nagyvilágban, és ezt mondhatni, hogy nem saját magának köszönheti, hanem azoknak a feltételeknek, amelyek között működik.